Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mai videóban picit egy fogalmat fogok kitárgyalni, a buskravicska fogalmát. 2020-ban, tehát 2 évvel ezelőtt egy barátommal túráztunk az osztrák határon, Sopron közelébe, Alpok alján, és beszélgettünk így útközben, miközben gyalogoltunk a késekről, hogy elüssük az időt, és megkérdezte tőlem, hogy te milyen buskravicskát ajánlanál, egyáltalán létezik-e ilyen? Mert ugye alapvetően az alapfogalom az sokszor, hogy a buskraft az egy kimondottan késhez kötött dolog, tehát ott egy fix pengés késről tudunk beszélni, kevésbé bicskákról. Volt egy pár éve egy kezdeményezés Lovász Gyula közreműködésével, létre akarták hozni a magyar buskravicskát. Ez a projekt végül nem valósult meg, nem lett belőle tömeges termék, tehát ez a fajta űr, ez így továbbra is fönnmaradt, hogy Magyarországon magyar alapanyagokból, vagy magyar igényeknek megfelelően készüljön egy buskravicska. Tehát most egyértelműen, ha választanunk kell valamit, ugye sorozatgyártott termékek közül tudunk szerintem első soron választani, másodsoron ugye van még a tradicionális magyar bicska vonal is. Tehát beszéljünk egy picit arról is, hogy mi kell egy buskravicskának. Mit kell tudnia egy buskravicskának. Rengeteg megoldás létezik, most elhoztam egy párat. Beszéljünk először erről a Cold Steel-ről. Az AD10-es. Andrew Demko tervezte. Triad Lock. Egy kezes nyitás, S35 VN acél. A kést Amerikában tervezték, a Taiwanon gyártották. Az egyik legzömökebb, legellenállóbb folder a piacon. Ez a zárszerkezet legalább 3-400 kilós terheléseket ki tud bírni. És ez a Cold Steel-en belül is ez gyakorlatilag már közel a teteje, ez a folder, az AD10. Tehát amit elmondtam, ez mind csupa jó. Ugye mi a másik oldal, legalább körülbelül 80 ezer forint egy ilyen kés manapság. Én úgy gondolom, hogy ezt nem mindenki engedheti meg. Nem mindenki van olyan szinten benne a hobbiba, hogy buskravicskának egy 80 ezer forintos bicskát válasszon. Mert ugye alapvetően mire van szükségünk kint? Szerintem elsősorban egy nagyon jó markolatra. Ez az elsődleges, hogy a markolat kényelmes legyen és vaskos. Tehát akár egy kesztyűben is tudjuk használni, mert ugye gyakran egy időfüggvényében ugye vagy hideg van, vagy pedig olyan munkát végzünk, kell egy kesztyű. Ugye erre remekül megfelel az AD10, remekül megfelel még egy jó pár heavy duty kés a piacon, de nem tartom reálisnak. Ezért én azt gondolom, hogy az egyik legjobb alternatíva a buskravicska fogalmára jelenleg az a Victorinox. Gyakorlatilag elhoztam pár típust, a Huntsman, Ranger Grip, Forester, Farmer, a Hunter. Ezek mind nagyon jó, nagyon hatékony és jó áru bicskák. Tehát a markolat mindegyikben megfigyelhető, hogy viszonylag vaskos. Hiába van benne több funkció, ez gyakorlatilag nem vesz le az ergonómiájából. Remekül ráfogható ez a markolat. Én ezzel a markolattal órákig tudok dolgozni. Tehát nem okoz gondot. Nincsenek rajta olyan pontok, amik törnék a kezet. Még akkor is, ugye néhányan szokták mondani, néhányan panaszkodnak rá, hogy a dugóhúzó az egy kicsit kényelmetlen. Ezt nem gondolom problémának. Mert gyakorlatilag pont úgy van kitalálva, hogy a tenyerünk közepén szerintem nem okoz az átlag, tenyérben ez nem okoz problémát. A másik dolog, amit kiemelnék, gyakorlatilag az összesbe, hogy van egy fűrészünk.
A legdurvább, a legnagyobb az a Ranger grippé. Egy fűrésszel és egy pengével már gyakorlatilag rengeteg esetben ki tudunk váltani egy fix pengéskést. Ha nem csapkodásról van szó, és nem ütőfázásról, feszegetésről, akkor gyakorlatilag ezekkel mindent el lehet látni. És mind a mellett a másik nagyon jó ezekben a késekben, hogy zárasak, tehát növeli a biztonságot. Különösen ezt a 111-es szérián tudom kiemelni, ami egy viszonylag egyedülálló zárszerkezetet kapott. Tehát ez a liner locknak egy olyan megfelelője, hogy a pengét alulról is támasztja ez az akadály. Mivel a kialakítása nem 100% patentra van kialakítva, ez egy nagyon pici döccenés, ha előre nyomom. Ugye, ami vágásra nem fordulhat elő, tehát egy nagyon pici döccenés van, de ez vágás közben nem mozdul. Tehát ez egy nagyon stabil szerkezet. Az árához képest rendkívül biztonságosnak gondolom, mivel elég nehéz oldani. Ugye fordítottan kell oldani, ez is egy biztonsági megoldás egyébként. Tehát a svájciak nem véletlenül tették erre az oldalra. Ugye a modern folderekben egy liner lockot azt jobbkezesekre terveznek, tehát lefele kell oldani, ezt viszont továbbra is zárom, ha lefele tolom. Ez azért van, mert gyakorlatilag, ha a kezem is hozzáérne, ez nem tudja oldani a zárat. Tehát ez egy kimondottan stabil, és ebbe a kategóriába szerintem egy jó működésű zár. Másik fele, hogy a Victorinoxnak ugye van ez a vonala, mint ezek a középsőek, hogy texturált gumi és műanyag markolat. Tehát ez az, ami a legkényelmesebb gyakorlatilag használni. Ez tényleg semmilyen törés nem okoz a tenyérbe. Elveszik a tenyerünkben, nagyon jó használni. Kellően hosszú is. Tehát ez a markolat, ez az, ami egy átlag férfi kezébe illik. Ez be kell, hogy valljuk. Ami 93 mm-es Alox. Az egy kis szerszám gyakorlatilag. Tehát ezt nem lehet olyan módon értékelni, jellemezni, hogy én ezzel órákon keresztül dolgozok. Nyilván a súlya is, a mérete is egy majdnem egy öngyújtóéval vetekszik. Ugye ez azért már kisebb. Tehát ennek a markolata sem olyan, mint a 130-as vagy a 111-es, de gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy minden körülmények között nálunk lehet, az embereket általában nem zavarja, nem okoz bennük diszkomfortot egy ilyen késnek a jelenléte. Tudjuk azt, hogy egy hagyományos, tradicionális vonalat képviselünk, mert én alapvetően közelebb állok ehhez. Tehát látni olyan videókat a neten, hogy férfiak beöltöznek szinte katonának, járják az erdőt, túlélnek. Én nem ezt a vonalat képviselem, közelebb állok mondhatnám ezt a Matula bácsis vonalhoz. Én jobban szeretek a földön maradni, nem olyan dolgokra készülök, ami esetleg 20 év múlva, 10 év múlva bekövetkezhet. Nyilván az embernek éleslátásúnak kell lennie, de én úgy gondolom, hogy nem egy kimondottan egy késen múlik a túlélésünk, ez alapvetően szintén igaz. Tehát rengeteg más ivóvíz, kommunikáció, menedék, ami azért megelőzi egy kést. Tehát azért a földön maradva, hogy mi az, ami egy bushcraft bicska, az szerintem a mi átlag magyar pénztárcánkhoz, az itteni elérhető termékekhez, az egy Victorinox. Alapvetően az egyetlen egy talán kifogásolható eleme ennek a gondolatomnak az az acél volna, amit a Victorinox használ. Mert én sok fórumon azt vettem észre, hogy talán az acél az, ami a legtöbb kritikát kapja. Mert ugye alapvetően azért valljuk be, vannak már éltartóbb anyagok. Mindenkinek előfordul, hogy van jobb kése, mint egy Victorinox éltartásban. Viszont azt ne felejtsük el, hogy a Victorinoxot alapvetően katonai felhasználásra tervezték. Egy korábbi videómban már meséltem nektek erről a filozófiáról, hogy miért is használ a Victorinox egy 55 rockveles
a célt, mert ezt könnyű karban tartani, mert ez az, amit az öveden meg tudsz venni. Tehát lehet, hogy vannak éltartóbb anyagok, ugyanakkor ezt nagyon könnyű borotva élesre fenni, és szerintem ez valahol megelőzi azt a szempontot, hogy egy kés mennyire éltartó. Tehát tulajdonképpen, amire előfordul, hogy használjuk a késünket, arra viszont ez bőven elég. Ne legyenek kételyek, az éltartása azért annyira nem gyenge. Az átlagot képviseli, annak inkább a belépő szintjét, de nem rossz a cél. És végső soron, hogy én mit ajánlanék, leginkább ezt a két típust. Ranger Grip és a 111-es szériából a Forester, meg a hozzá hasonlóak. Tehát olyat választhatok, ami három rétegű, abban már lesz egy fűrész. Ez az, ami a legkényelmesebb. És hogyha sokat jártok városban, és nem csak kizárólag arra vesztek egy bicskát, egy svájci bicskát, hogy ilyen bushcraftos, bushcraft bicskaként használjátok, akkor szóba kerül ez a Alox, Huntsman, mert ezek azok, amik gyakorlatilag bármikor nálunk lehetnek, és egy nagyon jó csomagot adnak. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ez csak egy ilyen gondolat lett volna a részemről. Minden jót kívánok, sziasztok!